Három beidőzített edzés, eladják a szédrátot, elhagyják a cukrot, elhagyják a felesjüket, mert stresszeli őket a diéta alatt, vagy mit tudom én. A műsor támogatója a Pure Gold Protein. Páratlan minőségű táplálékkiegészítők, verhetetlen áron. Sziasztok, üdvözöllek titeket, Dr. Borszéki Péter, 3/3 új videó, és ebben a videóban beszélgessünk egy kicsikét arról, hogy miért lehet az, hogy diéta alatt nem most csökken, de esetleg nő valakinek a súlya, és mielőtt beledőlnél a kardodó, hogyha ez a helyzet állna fönn, nézd meg ezt a videót, ugyanis van rá magyarázat. Rengetegen írtak már az utóbbi években azzal kapcsolatban, hogy mit csináljanak, mert diétáznak, kalóriahiányos állapotban vannak ugyebár, és nem hogy csökkent volna a súlyuk, de valamilyen oknál fogva még nőtt is, úgyhogy járjunk utána, hogy ez miért van. Az első ok az a sófogyasztás. Lehet, hogy te két nap pontosan ugyanannyi kalóriát ettél, vagy közel ugyanannyi kalóriát ettél, de az egyik nap lényegesen több sót fogyasztottál, a só pedig vizet köt meg, és ez a só által megkötött víz az a mérlegen is meg fog mutatkozni. Tehát lehetséges, hogy te ettél vacsorára mondjuk egy nagyobb só mennyiséggel rendelkező fogást, és másnap azt jelzi ki a mérleg, tegyük fel, hogy naponta méred magadat, hogy nem, hogy mondjuk egy dekával kevesebb lettél volna, hanem hogy két dekával több, és ilyenkor brutális változtatásokat eszközölnek az emberek, meg alapvetően, hogyha ez a helyzet áll fönn, hogy valamiért nőtt a súlyuk, és akkor elkezdenek mindent megváltoztatni a diétájukba, mínusz 890 kalória, plusz 3 beidőzített edzés, eladják a szédrátot, elhagyják a cukrot, elhagyják a felesjüket, mert stresszeli őket a diéta alatt, vagy mit tudom én. Tehát lényeg a lényeg, hogy nem kell rögtön megőrülni, arra ráértek később, eleinte érdemes ezeket egy kicsikét finom hangolni, úgymond. Szóval az első ok, még egyszer, sófogyasztás, vagy akár folyadékfogyasztás. És te ez egyik nap mondjuk 1 liter folyadékot fogyasztottál, másnap meg 3 liter folyadékot, nem biztos, hogy az mind ki fogod vizelni, hanem több folyadék van megrekedt, úgymond a szervezetedben, és ez megint csak a mérlegen meg fog látszani. Szóval nem érdemes ezért pánikolni, hogyha egyik napra a másikra többet mutatna a mérleg. Következő, hányszor voltál WC-n? Bizony, ennek sok oka lehet, ezért is érdemes mindig ugyanakkor mérned magadat, vagy akár naponta, vagy hetente viszont, vagy mindig mondjuk reggel, hétfő reggel tegyük fel éjgyomorra mérd magadat, vagy kedden este 10 óra 30 perckor tele gyomorral, mit tudom én, értitek, szerintem legjobb egyébként éjgyomorra. Én azt javaslom, hogy alapvetően minden nap mérd magad, viszont ha ez nagy stresszel jár, akkor elég mondjuk hetente is. De alapvetően visszatérve, WC-zés. Annak függvényében, hogy mennyi rostot fogyasztottál, mennyire jó hasznosultak az adott tápanyagok, fogyasztottál-e olyat, amire mondjuk allergiás vagy, vagy csípőset, amit neked esetleg nem annyira bír a gyomrod, vagy lehetséges, hogy megbetegedtél, és ilyenkor mondjuk többször mész el WC-re, és ezek okozhatnak változásokat, hogyha mondjuk kevesebb szer mentél el WC-re, akkor lehet, hogy ezáltal több széklet maradt meg benned, és emiatt többet fog mutatni a mérleg, de ilyenkor sem érdemes kétségbe esni, ez pusztán csak a második ok, amire szintén van ugye magyarázat. Harmadik pedig a megevett étel mennyisége, ezt is nagyon sokan nem veszik figyelembe. Tegyük fel, hogy minden nap 2000 kalóriát fogyasztottál, de 2000 kalóriát meg lehet ám enni mondjuk 1 kg-nyi össztömegű ételből is meg lehet enni, vagy pedig lehet, hogy te mondjuk 5 kg-t ettél, mert csak is kizárólag mit tudom, répát tettél, vagy paradicsomot, vagy görögdényét, aminek ugye nagy része víz, ha megeszel te 2000 kalóriányi görögdényét, garantálom, hogy rendkívül nagyot fog változni a súlyod fölfele, de ez nem azt jelenti, hogy egyetlen gram zsír is került volna rád, pusztán a te szervezetedben több nagyobb volumenű étel van, vagy megint csak több víz. Jó? Szóval ezért se érdemes aggódni. Következő, negyedik ok, hogy a hormon háztartásodban változás történt. Ez főként nőknél szokott előfordulni, főként menstruációs időszakban, ez férfiaknál viszonylag ritkán szokott előfordulni, de viccet félretéve, ez is egy olyan időszak, amikor az ember több vizet tart meg. Amellett, hogy ilyenkor általában nőni szokott az étvágya is, és nyilván ilyenkor, hogyha nő az étvágya és többet teszik, akkor több kalóriát vitt be, akkor természetes, hogy nőtt a súlya, hiszen ilyenkor nem volt deficitben, vagy nem akkora deficitben, mint eddig, de hogyha tényleg, hogy ugyanitt is evett, akkor is hajlamosabb ilyenkor a szervezet több vizet megkötni. Szóval lányok, nők, hölgyek, anyukák, nagymamák, stb. Hogyha esetleg ezekben a napokban följebb menne a testsőtök, pedig ugyanit esztek, akkor se esetek kétségben, nem az történt, hogy ti elrontottatok valamit, hanem egész egyszerűen több vizet tartottatok meg, és a víz, a hidratáltság mértéke, a folyadék mennyiség a szervezetben, ez bizony nagyon-nagyon gyakori oka annak, hogy miért mutat egyik nap többet a mérleg, másik nap kevesebbet, de miután vízre beszélünk és nem zsírról, ezért nem érdemes aggódni. Következő, az ötödik ok, az az, hogy tegyük föl, elkezdtél egy kreatinkúrát, vagy szteroidkúrát, mert erről is lehet szó, ugyanis mind a kettő hajlamos arra, hogy vizet kössön meg az izmaidban.
Viszont egyik sok arra, hogy ezt elhagyt feltétlenül, most nyilván elsősorban a kreatinról beszélek, mert egyik fajta mondjuk nem fogyasztottál kreatint, diétázol, csökkent a súlyod valány kilóval, elkezded a kreatinkúrát, és visszajön a súlyod normálja, vagy normál értékre, diétázás előtti időszakra. És akkor volt ilyen tanítványom is, aki azt mondta, hogy hát most az elmúlt 3 hét ez kidobott idő volt, mégse változott a súlya, de könyörög, a mérleg az csak egy szám. Az, hogy te hány kiló vagy, az nem azt jelenti, hogy rajtad mennyi zsír van épessége, ugyanis, hogyha te veszettél mondjuk 3 kiló izmot, de főtt 1,5 kiló azért, mert több vizet, ami azért elég sok, mondjuk 0,5 kiló vagy 1 kiló, mert elkezdtél egy kreatinkúrát, amit alapvetően ne kúraszerűen fogyasszál, hanem mindig nyugodtan lehet a kreatin fogyasztani, de most nem erről van szó, kreatinos videót meg kell nézni, és akkor kiderül minden a kreatinról. Tehát lényeg, hogy elkezdtél kreatinkúrát, a kreatin az több, vagy elkezdtél kreatin szedni, az több vizet fog megkötni az izmaidban, ami alapvetően nem rossz dolog, mert az izmaid kerekebbek lesznek, lehet, hogy a mérleg följebb fog menni valamivel, de ettől függetlenül nem kell a kardodba dőlni, mert az csak víz lesz, a te fogyásodat nem befolyásolt, hanem akadályozta, nem volt rá negatív hatása, annak ellenére se, hogy a mérleg több kilót mutatott. Szóval ez az 5 ok volt az, valószínűleg a teljesség igénye nélkül, mert szerintem még párat föl lehetne sorolni, de sokat gondolkoztam rajta, és most ennyit találtam. Szóval ez az 5 ok, amiért ne dőlj a kardodba, és most jön a 6. ok, ami miatt viszont igenis mindenféleképpen a nekifutásból dőlj a kardodba, viccelek, az az, hogy nem voltál deficitben. Ugyanis ez nagyon-nagyon gyakran előfordul, hogy azt gondolja az ember, hogy ő egy deficitben van, hiányállapotban, ugyanekkor fog a zsír az égni. Na de ez nem valósult meg, mert rosszul számoltad ki azt, hogy mennyi kalóriára van szükséged, hogy mennyit égetsz el, stb. Erről csináltam egyébként egy videót, hogy kalória deficitben vagyok, mégse csökken a súlyom, vagy valami ilyesmi, ez be lesz ide az éterbe valahova jelölve, de hogyha az előző 5 pont az nem áll föl, vagy fönn áll, de mindéket eszközölted, és még mindig nem változik a súlyod hétről hétre, vagy mondjuk 2 hétről 2 hétre, ahogy mondtam, tegyük, hogy 7-szer méred magadat, 2 szélső értéket minden nap egyszer leméred magadat, akkor úgy érdemes számolni, hogy mondjuk a 2 szélső értéket, mondjuk keddet meg vasárnapot, azt tedd úgy, mintha nem is lenne, ugyanis az előbb felsorolt 5 indokból lehetséges, hogy éppen hidratáltabb voltál, kevésbé voltál hidratáltabb, sófogyasztás, blablabla, szóval lehetséges, hogy emiatt kijönnek szélsőséges értékek, de a maradék 5 értéket azt átlagold, és ez az 5 érték, hogyha hétről hétre negatív irányba változik, pontosan lefele megy, szóval és pozitív irányba, mert fogyni szeretnél, tegyük fel, akkor szuper úton haladsz. Ha viszont nem változik hétről hétre, vagy legalábbis 2 hétről 2 hétre a testsőd, akkor nagy valószínűség szerint nem voltál kalória deficitben. És az bizony szörnyű dolog, mert ha te fogyni szeretnél, akkor kalória deficitbe kell lenned, de mondom erről a videót, ezt már ide bejelöltem. Szóval alapvetően elmondható, hogy ha csak egy picikét diéta alatt, tényleg mindent jól csinálsz elvileg, följön meg a súlyod diéta alatt, akkor mondom még egyszer, nem érdemes a kardodba dőlni, mert lehetséges, hogy csak ez az 5 ok, ennek az 5 oknak valamelyike áll fönn. És egy kicsikét még visszatérve az első pontra, ugye, hogy mennyi vizet köt meg mondjuk a só, a szélhidrát is egy ilyen dolog, és 1 g glikogén, az 3-4 g vizet köt meg. Tehát tegyük fel, hogy ugyanannyi kalórián voltál, de egyik nap mondjuk 100 g-mal több szélhidrátot tettél, másik nap 100 g-mal kevesebb szélhidrátot, és mondjuk 100 g-mal több zsírt, mert mit tudom én. Akkor is lehetséges, hogy változás lesz, vagy nem lehetséges, biztos, hogy változás lesz a mérleg állapotán. Ugyanis még egyszer mondom, a szédet több vizet köt meg. De ez nem azt jelenti, hogy te zsírosabb lettél volna, hanem pusztán a benned lévő több szédet, az több vizet kötött meg. De ennek igazából a fogyás szempontjából semmilyen jelentőség nincsen. Jó? Szóval ezek voltak azok az indokok, amiatt ne dőlj a kardodba, és ez volt az egy indok, amiatt dőlj a kardodba, hogyha a mérleg az nem abban az irányba változik, amiben te szeretted volna. Ha pedig tetszett a videó, akkor mindenképpen iratkozz fel, nyomd meg a csengőt, lájkold ezt a videót, esetleg hagyj egy szívhez szóló kommentet, kövess be Instagramon, kövess be Twitchen, kövess be TikTokon, YouTube-on és Facebookon is. Hogyha pedig tetszett esetleg ez a póló, aminek igazából nem láttad alapból csak a végét, hogy flexer ez a bajuszos csávó, akkor mindenféleképpen nézd meg a Pure Gold-nak a honlapját is, www.puregoldprotein.com és a HH01 kóddal még kedvezményesen is tudsz vásárolni jó minőségű táplálékkiegészítőket. Jó? Én ennyi voltam, ez a videó ennyi volt, következő videókon találkozunk, vigyázzatok magatokra és sziasztok!